Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. Mai vendégünk dr. Fazekas Sándor, földügyi kormánybiztos, korábbi földművelésügyi miniszter. Üdvözlöm miniszter urat, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat egy évvégi évértékelő interjúra. Köszönöm szépen, szeretettel üdvözlöm a televízió valamennyi kedves nézőjét. Tekintsünk vissza az elmúlt időszakra, fejlesztések, beruházások tekintetében. Hogyan értékeli miniszter úr a 2020-as évet? 2020 egy eredményes esztendő volt. Én legfontosabbnak talán azt tartom, és most is, amikor a városba járok, kelek, akkor örömmel állapítom meg, hogy rengeteg családi ház újult meg. Újak is épültek, de sok helyen látni tatarozást, ablakcserét, homlokzatfelújítás, korszerűsítést. Szerintem ez az egyik legfontosabb dolog, hogy a családok, a karcagi emberek sok olyan munkát el tudtak végezni, köszönhetően a jövedelmüknek, a megtakarításaiknak ebben az évben, amire korábban esetleg nem volt elég keretük. Tehát ez egy jó irány. De emellett ki kell emelni az önkormányzati, illetve állami fejlesztéseket is. Ezek jelentős része még folyamatban van, de már befejeződött az ipariskolának a felújítása. Tulajdonképpen elkészült a Kovács Mály Általános Iskola felújítása is. Járdaépítések zajlanak. Egy rendezvényterem készült el a strandfürdő területén. Tehát látszik az, hogy a városban is több helyen voltak munkálatok. Én bízom benne, hogy ez folytatódik, és ami nagyon fontos, hogy a új igazságügyi palota fölépüléséhez is a feltételek már rendelkezésre állnak, hiszen az állam megvásárolta a bírósági épületet, a szomszédos csillagcsemege ingatlant, és így elkezdődhet ott egy olyan nagyívű fejlesztés, ami meghatározó eleme lesz a városképnek. Ez zajlik például a régi rendőrségi épületszárny felújítása és a Városházán, ahol a kormányhivatal, a járási hivatal kap majd kellően méltóságteljes, és az ügyfeleket a lehető legmagasabb színvonalon kiszolgálni képes helyiségeket. Miniszter úr volt az elmúlt több mint 100 év leghosszabb ideig regnáló földművelésügyi minisztere, így adódik a kérdés, hogy hogyan értékeli ezt az idei agrárévet? A számokra még várni kell, hiszen a statisztikák jövő év első fél évben lesznek készen, és nem is lehet kiravadni a magyar mezőgazdaságot a világ és Európa mezőgazdaságából, annak folyamataiból. Azt elmondhatjuk, hogy a járvány és az ezzel együtt járó korlátozások, határzárok, exportpiaci problémák ellenére a magyar mezőgazdaság jól teljesített, a gazdák megállták a helyüket, a termelés az folyamatos volt, és az ország élelmiszer ellátása is folyamatos, hónapokra elegendő készletekkel rendelkezünk, és látszik, hogy az élelmiszeripar is fölzárkózott ehhez, hiszen Karcagon egy új kukoricamalom átadása történt meg, ez is egy fontos szegmens, de valamennyi része a magyar élelmiszergazdaságnak az eredményesen teljesített. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy az afrikai sertéspestis járványnak nagyon komoly hatásai vannak az európai és a világ sertéshús piacára. Itt árcsökkenés következett be, a takarmányárak, terményárak viszonylag magasak, tehát itt azért szorít a helyzet, és emellett a baromfi influenza is egy harmadik járvány fellépett, ami a baromfi tartókat, termelőket érint érzékeny, és Magyarországon mindegyik ágazat nagyon fontos. Hát a termelés oldala, az ellátási oldala az azt hiszem, hogy így vázolható. Én azt nagyon lényegesnek tartom, hogy a Covid, a koronavírus járvány feltételei, illetve csapása közepette egyre több vásárló találta meg közvetlenül a termelőt, a helyi kereskedőt, a helyi őstermelőt, a helyi jószágtartót, és onnan tudnak venni közvetlenül élelmiszert, nem kell miatt a nagy kereskedelmi láncokon keresztül érkező import termékekre szorítkoznunk. Én bízom benne, hogy ez a jövőben is így lesz, a házhoz szállítás, az éttermi vendéglátásnak a leállásával, az ételeknek a házhoz szállítása szintén helyi piacot erősítő tényező, és bízhatunk abban, hogy az idegenforgalomnak a újraindulásával a járvány után ezek a helyi termékek nagyobb teret tudnak hódítani majd a éttermi és szállodai vendéglátásban is. Én a piacot szeretném még ide tenni a sor végére, képletesen is, és mind beruházást is, hiszen látszik az, hogy Karcagon a zöldségpiac építése az a tervek szerint halad. Ez egy
közösségi tér is egyben a karcagi piac, de egyúttal lehetőség arra, hogy a helyi és környékbeli őstermelőktől vásároljunk. Ezek a lehetőségek is egyre komfortosabbak lesznek a előttünk álló időszakban. Éljünk ezzel, vegyünk minél több magyar terméket. Miniszter úr már érintette a sertés kérdést. Közelednek az ünnepek, és az Agrárminisztérium a minőségi sertés hús fogyasztásának népszerűsítése véget egy kampányt indított. Miért fontos ez? Hát ilyenkor a disznóvágásnak a szezonja, és a magyar konyha az elképzelhetetlen a finom sertés húsból készített ételek nélkül, és a kunsági karcagi ételek pedig azok egészen egyediek, hiszen ilyen májas hurkát sehol máshol nem készítenek. Itt van fehér kolbász, fehér szalonna, és természetesen a szokásos többi hurka és húsféleségek, kocsonya készül ilyenkor, töltött káposzta, káposztás hús. Hát vásároljunk ehhez magyar alapanyagot, lehetőleg vegyünk akár háztáiba felnevelt sert is, és látom a Szuperinfóban, hogy több helyen hirdetnek. Hát szerintem elképzelhetetlen a karácsony ezek nélkül, az ételek nélkül, és így a kampány az egyébként, amit a minisztérium indított, az helyes és találó, ennek most van itt az ideje. Halkínálatból is egyre több mutatkozik meg a piacon. Egyébként valamivel több, mint a 2019-es évben. Miért van ez, illetőleg a hal ételek, hal alapanyagok árában várható-e érdemben emelkedés? Itt a piac dönti el azt, hogy milyen árak lesznek, a kereset az pedig nagyon élénk ilyenkor. Ez egyes vidékekre kifejezetten jellemző, hogy a hal ételek halászi, az kitüntetett szerepet kap a karácsonyi étrendben. Hát karcagon is egy örvendetesen emelkedő mennyiség ez a halfogyasztás, és nagyon jó minőségű magyar halak, édesvízi halak hozzáférhetőek a áruházakban, épp úgy, mint a piacon, illetve a halboltokban. Hát itt is indult egy kampány egyébként, éppen ma láttam a televízióban ennek a bemutatását. Hát szerintem a halételekből sokkal nagyobb ma már a választék, mint amit régebben megszoktunk, hiszen halász és sült hal volt általában, de a modern konyha technológiával azért még többféle ételt lehet készíteni. Ez szerintem egy jó dolog, és ez visszaigazolja az is, hogy nőtt a halfogyasztás Magyarországon, 10 év alatt gyakorlatilag megduplázódott. Én bízom benne, hogy ez a mostani ünnepi szezon is ráerősít majd erre a tendenciára. Tekintsünk a jövőre. 2021-ben miniszter úr szerint melyek a legfontosabb feladatok, illetve ejtsünk arról is néhány szót, amely az elmúlt napokban az országgyűlésben történt, ugye az alap, illetőleg a választási törvény módosítása volt. Az ország előtt álló legfontosabb feladat az, hogy a koronavírus járványal megbirkózzunk. Ennek nyilvánvaló, hogy vannak jogi oldalai, amelyek a életrendjét alaposan megváltoztatták, de kell hozzá önfegyelem, ezeket a szabályokat be is kell tartanunk, mert máshogy sajnos szeretteinket soroljuk veszélybe. És a járványat is működtetni kell a gazdaságot, mert valamiből meg kell élni, utána pedig a teljes gazdaságot újra kell indítani, csak úgy, mint hogy a környező országokban is. Hát most eléggé elszomorító az, hogy miközben mindenki nagy erőfeszítéseket tesz az európai országok is azért, hogy a vírust fékezzék, olyan, mintha valamilyen más járvány lenne, ezek az erőfeszítések, amelyek eddig beváltak, úgy látszik, hogy nem elégségesek. Tehát erre mindenképpen megoldást kell találni. És a Magyarországgyűlés gazdasági érintő intézkedéseket, a rendkívüli helyzetre vonatkozó intézkedéseket fogadott el a közelmúltban, de vannak olyanok, amelyek hosszabb távúak, illetve aktuális kérdéseket érintenek. Ilyen az úgynevezett kamupártok indulását nehezítő jogszabály, hiszen lehet, hogy túl megengedő volt az eddigi szabályozás. Most itt tisztulni fog a helyzet, hogy tényleg olyan pártok tudjanak indulni a választáson, olyanok részesüljenek az adófizetők pénzéből a támogatásban, akik bírják a szavazók, a választók bizalmát legalább egy adott szintig. Ez az egyik szabály, a másik pedig az, hogy az alkotmányba rögzíteni kellett az, hogy anya csak nő lehet, az apa pedig csak férfi, mert egy olyan világot élünk, amikor szerintem olyan alapú liberálisnak nevezhető körök ezeket a határokat igyekeznek elmosni, és valahol a magánélet a zárt ajtók mögött, a családon belül, vagy a egyének a szintjén zajló élet helyett megpróbálják a közügyekbe is átvinni, mint erő
demonstráló, illetve befolyásoló csoportok ezeket a nézetrendszereket. A magyar alkotmány az nem mondja meg azt, hogy ki hogy éljen, de bizonyos alapdolgokat úgy látszik, hogy rögzíteni kell, és ebben a szellemben került rögzítésre a már említett tény is, ami egyébként szerintem természetes, de néha úgy látszik, hogy a természetes dolgokat is jogszabályba kell foglalni ahhoz, hogy mindenki lássa azt, hogy mi a felfogás, miképpen látják a magyar emberek, illetve az őket képviselő kormányzat, illetve parlamenti többség a világot. Közelednek az ünnepek. Miniszter úr hogyan készül rá ebben a rendhagyó helyzetben, és mit üzen a lakosoknak az ünnepekre, illetőleg az új évre nézve? Hát én elsősorban javasolhatok, hiszen mindannyian készülünk most az ünnepekre. Ilyenkor az ember rendet rak a lakásban, igyekszik a lelkében is rendet rakni, készülünk, felöltöztetjük a lelkünket, aztán díszítjük a karácsonyfát, ünnepi fényeket helyezünk el, és ez így van rendjén, ez egy nagyon régi lelkünkben gyökerező érték és hagyomány. Készülünk az adventre, és utána a karácsonyra, a kereszténység legnagyobb ünnepére jön az új esztendő, ami mindig új reménységet hordoz, de most látszik, hogy egy járvány közepette készülünk, és pont fordított a helyzet, mert ilyenkor régebben összegyűlt a család, és örültünk, hogyha minél többen gyűltünk össze, olyanok is, akik esetleg évközben nem tudtak eljönni, akik idősek vagy betegek, meglátogattuk őket, de most mindezt kellő óvatossággal kell. A családok most úgy tudják megmutatni az összetartozásukat, hogy lehetőleg külön lesznek, hogy külön ünnepelnek a lehető legszűkebb körben azért, hogy a járványt azt ne terjesszük tovább egymásról egymásra. És akkor majd a következő karácsony és a következő ünnepek alkalmával nyugodtak lehetünk afelől, hogy mindent megtettünk szeretteinkért, és ezen keresztül az országért is. Miniszter úr, köszönöm az interjút! Áldott karácsony, békés, boldog új esztendőt, jó egészséget kívánok mindenkinek! Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet! Ne feledjék, vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot! Viszontlátásra!